Az előttünk álló hétvégén rendezi meg a Magyar Terepülővész Szövetség a Field Target Európa Bajnokságot, méghozzá itt Magyarországon. Vendégem Szilágyi Sanyi, aki egyrészt a szövetségnek is a elnökségi tagja, illetve versenyzőként is részt fogsz venni. Sanyi, pontosan hol lesz ez a verseny, és kik képviselik hazánkat, illetve szűkebb régiónkat ezen az Európa Bajnokságon? Köszönjük a meghívást! Ez az Európa-bajnokság július 14-e és 17-e közt fog zajlani Magyarországon, Sarlóspusztán, ami egy viszonylag közkedvelt lőtér most már a hazai és a nemzetközi lövészvilágban. Nekünk ez egy nagy kihívás, hiszen ma, vagy most ezen az alkalmon rendezünk először Európa-bajnokságot ebben a sportágban. Ugyan világbajnokság rendezésén már túl vagyunk 2010-ben, de ez az olyan első olyan alkalom, amikor Európa-bajnokságot is szervezhetünk. Gondolom ennek a előkészületei már javában zajlanak, és hát versenyeken is gondolom ennek a jegyében fogtok fegyvert. Milyen versenyeket tudtatok le az elmúlt időszakban, amelyeken sikereket értetek el? Természetesen ez egy nagy munka, maga a versenynek az előkészítése is, hiszen több mint 15 országból lesznek versenyzők, 130 körüli nevező létszámmal számolunk, ezeknek a koordinálása, elhelyezése, illetve a versenyen való elindítása mint feladat vár ránk, ezen kívül pedig tevőlegesen is részt kell venni a pályáknak a kiépítésében. Magyarországról pontos adatom nincs, hiszen nincs előttem a táblázat, de körülbelül olyan 15-17 versenyző fog indulni. A szűkebb régiónkat tekintve körülbelül olyan 6-8 versenyző, aki részt vesz a Hajdú-Bihari régióból, és ezen belül a klubunkból 5 fő lesz, aki képviselni fogja a Püspöklelenyi Városi Lövészklubot. Köztük Sas Feri és jó magam a felnőtt 16 zsolos Open kategóriában, és ami igazából említésre méltó és örömre adhatok ott, hogy az ifjúsági kategóriában 3 ifjúsági versenyző fog indulni ezen az Európa-bajnokságon. Hát mi reméljük, hogy azért eredményeket is fogunk tudni elérni. Milyen eredményekkel hangoltatok erre az EB-re az elmúlt hetekben, hónapokban? Magyar kupasorozat jó felkészülés biztosította arra, hogy az Európa-bajnokságon megfelelő eredményt tudjunk elérni. Ezen kívül az elmúlt héten volt az országos bajnokság megrendezve szintén Sarlóspusztán ezen a kiváló lőtéren. Ez egy főpróba volt akkor tulajdonképpen? Igen, azt lehet mondani, hogy egy főpróbája volt ennek az Európa-bajnokságnak, és ezt az országos bajnokságot két kategóriában is dobogó legfelsőbb fokán zárhattuk, hiszen az Open kategóriát Sas Feri nyerte meg torony magasan 8 ponttal a versenyző, a második helyezett versenyző előtt. Még az ifjúsági kategóriában Sas Ferinek a lánya Sas Ágnes lett az első helyezett, a második helyen az én lányom Szilágyi Adrián végzett. Jó magam a negyedik helyen sikerült végül zárnom. Azt gondolom, hogy egy jó felkészülésnek voltunk részesei. Azt megelőző héten viszont megnéztük magunkat a nemzetközi mezőnyben is, és ott is igen szép eredményeket sikerült elérnünk. Szlovákiában volt egy nyílt bajnokság, egy országos bajnokság, amelyet nyílt versenyként is hirdettek, és ezen a versenyen Sas Feri szintén kiemelkedve a mezőnyből első helyen végzett, még ott a dobogó harmadik fokára az ifjúsági mezőnyben a Szilágyi Adrián állhatott. Akkor mondhatjuk azt, hogy jó formában várjátok a EB-t. Mit vártok magatoktól, Sanyi? Igen, lehet azt mondani, hogy a felkészülésünk az jónak mondható. Úgy gondoljuk, hogy eredményeket érhetünk el. Én magam részéről azt várom, hogy a csapat az mindenképpen dobogón végez. Titkon reménykedem abban, hogy közülünk, magyarok közül szintén az egyéni mezőnyben is dobogón állhat egy, akár két ember is. És hát titkon még reménykedünk, hogy az ifjúsági versenyzőink közül is valakinek sikerül a dobogóra felkerülnie. Az elmúlt beszélgetéseink alkalmával többször említetted már, illetve kitértél rá, hogy a sportágnak, ennek a tereplővészetnek nem igazán van hírverését Magyarországon. Hogy érzed, hogy ez a mostani Európa-bajnokság, ahol azért számos nemzetnek a versenyzői lesznek itt Magyarországon, valamelyest változtat ezen a sajnálatos tényen?
Én azt gondolom, hogy igazából az az eredmény változtathat, ami a számunkra a legkiválóbb eredmény lehet, hogyha Európa-bajnokként végez bárki, akár egyéniben, akár csapatban. Ez biztos, hogy óriási lökést adhat a sportunknak, akár szponzori és egyéb sportágak közötti elismertségben. Az EB után nem kell túlságosan messze mennünk, hiszen még VB is lesz a nyár folyamán. Néhány héttel később mentek Portugáliába, úgy tudom. Így van, Lisszabonban lesz megrendezve a Field-Target világbajnokság. Augusztus 17-e és 21-e között kerül megrendezésre, egy háromnapos maratoni versenynek mondható világbajnokság. Ott már a nevezői létszám 300 fő környékén van, tehát elég komoly versenyre számolhatunk, rengeteg ország résztvevőivel. Sajnos Magyarországról nem tudunk sokan eljutni, de a mi lelkes csapatunk szintén ott lesz majd ezen a világbajnokságon. Tehát akkor csapatként is fogtok szerepelni, és egyéniben is? Csapatként fogunk, így van, bár a minimális csapat létszámot éppen csak elértük, így fogunk tudni majd csapatként benevezni. Emiatt igazából nem is számítunk vérmes eredményre, de megpróbálunk tisztesen helytállni. Ezen felül természetesen egyéniben is szeretnénk bekerülni a legjobbak közé. Mindig szóba kerül a beszélgetésünk alkalmával a fegyver is, hogy kinek milyen minőségű fegyver, nem tudom, ebben sikerült-e valamit előre lépnetek? Így van, hát főként az ifjúsági korú versenyzőinknél lett egy nagyobb előrelépés, bár meg kell valljam, hogy nem igazán könnyű az ő esetük, hiszen mivel fegyverekről beszélünk, ők fegyvertartási engedélyt nem szerezhetnek. Emiatt nekik a klub kell, hogy biztosítsa ezeket a fegyvereket, a klubnak pedig természetesen támogatásra van ehhez szüksége, hogy ezeket a fegyvereket tudja biztosítani, illetve hát a szülői háttér az, ami mindenképpen szükséges hozzá. Mindemellett még a rendőrséggel is vívni kell egy csatát azért, hogy ezek a fegyverek akár a nemzetközi versenyekre kivihetők legyenek, illetve hogy ezekkel a fegyverekkel az ifjúsági korú versenyzők zökkenőmentesen tudjanak versenyezni. A felnőtt korú versenyzőinknél, Ferinél már szintén előrelépés van optikai irányban, illetve a fegyver irányában is. Hát az elmúlt két hét eredményei azt mutatják, hogy úgy néz ki, hogy ez a beszerzés sikeres volt, és kezd összeállni neki is úgy a technika, hogy akár komolyabb eredményt is el tud érni. Feri sajnos most nem tud itt lenni, de gondolom a nevében is tudsz nyilatkozni abban a tekintetben, hogy milyen eredménye lenne elégedett most az EB-n, illetve a VB-n, hiszen ő azért szárította az eredményeket. Nem, mint a te nem, csak általában Feri volt az, aki az elmúlt időszakban azért a élmezőnyben végzett mindig. Én azt gondolom, ismerve Ferit, hogy neki egyetlen célja van, ő Európa-bajnok szeretne lenni. Erre van szansa? Természetesen. Tavaly Olaszországban az első Open versenyen az akkori Európa-bajnokot maga mögé utasította, úgyhogy azt gondolom, hogy bármi lehet ebben a sportban. Tehát akkor óriási reményekkel várjátok az elkövetkezendő heteket. Hát sok-sok sikert kívánunk nektek, és bízunk benne, hogy azért a terveitek be fognak jönni, és nem csak nektek, hanem a fiataloknak is, hiszen ők is részt vesznek majd ezeken a versenyeken. Mindent megteszünk azért, hogy ezek az eredmények jöjjenek is.